Kedves nézőink, akkor a szokásos sajtótájékoztatóval folytatnánk a Haladás Debrecen mérkőzést. Egészen pontosan a mérkőzés négy főszereplőjét, a két edzőt és két játékost kérdeznénk. A történésekről kezdjük akkor Elek Gergővel, a vendégek vezetőedzőjével. Gergő, hogyan láttad a mérkőzést annak tükrében, hogy én a közvetítés közben is azt mondtam, hogy ez egy-egy ellenére, ugye kevés gól, de egy remek mérkőzést láthattunk. Te ezt hogyan láttad a kispadtól? Igen, én is úgy gondolom, hogy jó volt a mérkőzés, bizonyára a szurkolók jól szórakoztak. Nyilván a saját csapatom teljesítményét figyelembe véve, az első fél időben szerintem egész jól ültek a dolgaink, amik apró változtatásokat kellett csinálni, a fél idő közben azokat megtettük, támadásaink egész jók voltak, kapusjátékunk is. Fél időben megbeszéltük, hogy mi az, amin még jobban kellene változtatni, hogy még jobbak legyünk. Ott viszont az ég egyet világon semmit nem csináltak meg a játékosok abból, amit kértem. A második fél idő első periódusa az egyszerűen katasztrófa volt, tehát az nem felsőházas produkció volt, én úgy gondolom. Össze-vissza szaladgáltunk, mi adtuk a gólpasszt az ellenfélnek, gyakorlatilag ott óriási bajba voltunk. Igazából Krajcsi tartott minket mérkőzésbe, én úgy gondolom. De hogy dicsérjem is egy kicsit a játékosokat, mégiscsak a bajnok otthonából visszünk el egy pontot, sikerült ebből kikászálódni, és az akarattal ugye azzal nem volt probléma, csak a játékkal, és utána már a fédő derekától már voltak jobb teljesítmények is, legalább az alapot le tudták hozni, ott védekezésben egy kicsit jobban feljavultunk, és még egyszer az akaratot tudom pozitívumként említeni, illetve hát Tiago játékát és Krajcsinak a védéseit. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk a mi vezetőedzőnkkel, Huára Kábóval. Hua, nagyon győzni akartál, ezt bizonyítja az, hogy 3 perccel a vége előtt átálltál az 5-4 elleni játékra, magyarul kockáztattál. Mennyire volt fontos ez a találkozó abból a szempontból is, hogy a Debrecen a tavalyi évben a bajnokságban 3. lett, a Magyar Kupában pedig 2., tehát egy nagyon jó csapatról van szó. Ja, persze tudunk, hogy a Deac az egyik a legerősebb csapat a bajnokságban, itt mutatja, de hát igen, szerintem hát megint jól játszottunk, és sajnos nem tudtunk nyerni az hasonló meccs, mint az első fordulóban a Kecskemét ellen, ahol volt rengeteg helyzetek, de nem tudtunk befejezni, de azt kell tudni, hogy a helyzetek az nem ugyanaz, amikor van 4-4 ellen, vagy amikor van egy kontra, vagy egy pontrugások, akkor az erre kell tanulni, és remélem, hogy a következő meccsen akkor már tanuljuk, és biztos, hogy a mai meccsen sok jó dolog csináltunk, és örülök, de remélem, hogy ezt ismételünk jobb heten, és tanuljuk, ami nem csináltunk jó. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk Krajcsi Bencével, a vendégek hálóőrével, aki parádés teljesítményt nyújtott. Dicsérhetnélek, de nem teszem, inkább kérdezlek, jó? Ha a mérkőzés előtt azt mondják neked, hogy egy-egy a végeredménye a találkozónak, akkor elfogadod? Hát, hogyha tudom, hogy így alakul a vége, kicsit keserédes egyébként, hiszen volt talán 2 üres kapus helyzetünk a végén, ott pont az egyik legmagabiztosabb lövőjátékosunk elé pattant a labda Tiago elé, és tényleg ajtóablak helyzet volt pont középről, ha ott az berúgja, akkor azt mondom, hogy nem. De természetesen a bajnok otthonából, hogy mester is mondta, óriási élmény elvinni akár egy pontot is, és tényleg azt átélve belülről, hogy akkor most már meg tudom erősíteni, és azt éreztem, hogy a játékunk helye közel nem volt biztos. A kommunikáció hiánya, amit kértem akár hátulról, akár bárkitől le a kispadra is, hogy végigmaradjunk tűzben, az valamikor nem volt meg. A tűz meg volt végig, látszódott nagyon, hogy akarunk nyerni, hogy mi akarjuk csinálni ezt az úgymond hőstettet, de mégis egyébként, hogyha jobban játszunk és jobban koncentrálunk, talán többet ki tudunk hozni belőle. Még egyszer mondom, ez egy óriási dolog, és nagyon boldogan fogunk hazatérni természetesen. Köszönöm szépen, és akkor befejezésképpen folytassuk Hajmási Milánnal. Nem tudom, hogy a mester a szünetben mit mondott, de a második fél időre úgy jöttetek ki, mintha vért ittatok volna. Nagyon-nagyon hajtottatok. Ha gondolod, akkor elmondhatod azt, hogy mit mondott a mester a fél időben, és hát min sikerült változtatni szünet után a véleményed szerint? Hát igen, a második fél időben megbeszéltük az öltözőben, hogy ezt a mérkőzést mindenképp meg szeretnénk nyerni. Arra kicsit fel is panolt minket, és tényleg a második fél időben az történt, amit mi akartunk. Benyomtuk a Deacot a kapu elé, de sajnos a helyzeteink kimaradtak, lemaradtunk, luftot rúgtunk,
és sajnos elvesztettünk két pontot. A végén is még 5-4-ben megvolt a helyzetünk, ott se sikerült, kicsit csalódott vagyok. Köszönöm szépen, mindannyiatoknak köszönöm azt, hogy megosztottátok velünk a gondolataitokat. Befejezésképpen, búcsúzóképpen megköszönve a megtisztelő figyelmüket a végeredmény, tehát haladás VS Debreceni EAC 1-1.